Sziasztok! én Szénégető Rihált vagyok, és köszöntlek titeket a csatornámon. Ebben a mostani videóban az ACDC legutóbbi sorlemezéről a PowerUpról fogok beszélni nektek egy pár mondatot, pár gondolatot, de előtte nézzük meg, ahogy unboxingolom a kiadványt, hogy vajon hogy is néz ki ez a SoftTech belülről. És akkor megnézzük, hogy mit mutat az ACDC PowerUp lemeze a kicsomagolás közben. Ugye szintén SoftTech ahogy a sony már megszokhattuk, ugye a legtöbb új kiadványok az így jelenik meg, kinek jó, kinek nem jó, ugye már egyéb -egy videóban elmondtam a fenntartásaimat vele a kapcsolatban, matrica ismét a fóliára ragasztva, szigorúan nem rábarmolva a tokra, ezért jár a pluszpont, megnézzük, hogy fólia nélkül is járni fog-e, bár megmondom őszintén meglepődnék, hogyha valami baj lenne a kiadványja. nagyon szép fényes, nem azt a mat hatást kelti, mint amire számítottam. Ú, az a kép, az nagyon király. Akár csak a hátulja, ezúttal is kapunk mugletet természetesen. Ú, meglep, hogy teljesen eltér a ez a dizájn a frontborítótól. Hát igen, azért észt tehát hogy a Szövegeket nem találom benne, ami szintén meglep egy kicsit, bár az is igaz, hogy azért nem kell sebészi megfejtéseket keresni a szövegekben, úgyhogy valószínűleg ezért is érezték úgy, hogy rámennek inkább a dizájnra és a feelingre, ami viszont maradéktalanul sikerült is. És azt kell, hogy mondjam, hogy ténylegesen... Ah, ez, ez, ez a korong ez viszont übermenő. Hát igen, azért a minden bizonyja utolsónak ígérkező észtiszi orlam ez megkapta a hozzájáruló körítést. A szoftnakért ugyan egy, egy kis feddést ezúttal is adok, de azt a számítva azt kell mondjam, hogy abszolút király kiadvány. Na hát túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy nagyon menő, ugye? Nagyon jól néz ki ha Softpack helyett Digi lenne, vagy ez akkor valószínűleg Tapsikóval örültem volna ennek az egésznek, de így sem keserű a számíze, nyilván el kell fogadni a softpack a jövő. Na de, hogy a jövő az ACDC is, az ugye egy nagyon jó kérdés, mert hogy azért ez egy elég veterán banda, meg. Valamikor 2000 környékén, amikor 13 éves a meghallottam a Steve Huppert Lip lemezt, akkor nem igazán értettem először, hogy miért akkor a az észtészi, majd kicsit jobban beleástam magam, mert úgy kíváncsi voltam, és meghallgattam egy Greatest Hits-et, meg meghallgattam a Back in és azt kellett mondjam, hogy wow, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó zenekar. Viszont ennek ellenére nem mertem volna fogadni egy lyukas egy forintosba se, hogy a Rock követi még lemez, pláne nem egy olyan észtészi lemez, mint a Power Up. Ugye botott sok minden. Nyilván ugye szegény Malcolm elhunyt, ugye volt, aki kiszállt, volt, akit kitettek, nem túl szépen, nem túl elegánsan, ugye szegény Brian Johnson hallás problémái miatt megjárta a káváriát egyébként is, ami mellé még jött ez a nem annyira elegáns dolog. De ugye egy ekkora kaliberű zenekar, mint az ACDC, ugye Show must go on, ezért Axl Rose kisegített őket a turnén, és amikor jöttek a hírek, hogy az Axl DC formáció fog lemezt készíteni, egyszer voltam nagyon kíváncsi, és nagyon nem ugyanis bármennyire nem a szívem csücske rossz hangja, azt el kell ismerni, hogy az Axel DC a maga módján nagyon jó össze volt rakva, nagyon jó ki volt találva. Épp ezért, amikor elkezdtek szellőzni a hírek, hogy már pedig lesz ész DC -lemez, és aztán jöttek a fotók Brian Johnsonnal, Firáddal, stb., akkor azért úgy, úgy, hogy elkezdett motoszkálni bennem a kis ördög, hogy wow, remélem az öregek oda basznak még egyszer utoljára, és csinálnak egy nagyon jó lemezt. Aztán ugye, amikor kijött a Shot in the Dark klipje, akkor mondtam, hogy jó, hát figyelj, itt teljesen felesleges bármire is gondolni, vagy, vagy, vagy bármit is túlagonizálni. Ez rock and roll. Kőkeményen, elejétől a végéig, rossz dalok nélkül. Az olyanok, mint a Demon Fire, vagy ugye át nem is tudom, tényleg, soha, szinte, szinte föl tudnám sorolni, az a helyzet. No Man's Land, szintén nagy kedvencem lett, és hogy tök elcsodálkoztam rajta, hogy amellett, hogy barom jól szól a lemez, nagyon old school, de mégis nagyon energikus, friss, nagyon jó formában van mindenki, Brian Johnson hangja szárnyal, tényleg, nyilván nem 10 pontos lemez, nem lesz még egy Back in Black, nem lesz még egy Highway to Hell, de valahogy a Rakkorbászt nekem egy kicsit szürke és uncsi volt, a Black Eyes jobb volt egy fokkal, de az arra is azt mondom, hogy nagyon jó, nagyon korreklemez, más életében nem csinál ennyire jól a meszt, de valahogy ott, ugye náluk magasabban van a léc. Nem mondom, hogy a power up ezt tökéletesen megugrotta, viszont azt mindenképpen igen, hogy gyakran előveszem a megjelenést, óta meghallgatom, szeretem, nem erre számítottam, de örülök neki, hogy ezt kaptam keresétek az ACDC lemezét a különböző webshopokban, például a leírásban megtalálható könyvagoly.hu-n, a digitális felületeken, illetve ahol jól esik. Köszönöm szépen a Sony Magyarországnak, hogy meghallgathattam, illetve unboxingolhattam nektek ezt a CD-t. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy like illetve iratkozzatok fel a csatornámra, mindkettő nagy segítség nekem. Ha pedig nem szeretnél várni a következő videókra, akkor válaszd a csatornatagságot, és már most több videót is megtekinthetsz, ami csak rád vár. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, sziasztok!